Már javában tart a farsangi időszak, eljött a bálok amulatozások ideje, de nem csak napjainkban szokás ilyenkor jelmezt állarcot ölteni, ugyanis ennek ősi hagyományai a pogány ókorba nyúlnak, és szorosan összefüggnek a keresztény hagyományokkal is. Ha megnézzük a szónak az eredetét, akkor a német fasching szóból ered, amit ha beírunk akár egy online szótárba, vagy megkeresünk egy online szótárban, papír alapú szótárat kinyitunk, ugye egy könyvet, akkor azt fogjuk ott találni, egy karnevál. Tehát igazából az eredeti jelentés az már teljesen áttevődött erre az időszakra, de tényleg a németből ered, és így jelent meg a magyar szóhasználatban ez a farsang módosult elnevezés, ami igazából ugye a vízkereszt és a nagybőjt közötti időszakra tehető. Ehhez az időszakhoz számos hiedelem és szokás is kötődik, amelyek története szintén a régmúltba nyúlik vissza. A fánkevő versenyek megjelennek. Ezeket könnyebb mondjuk egy szalagra vagy bármi másra felfűzni, vagy lelopni mondjuk egy farsangi mulatság alkalmával a madzagról. Tehát nyilván ez is van. Az ételek mellett azért fontosak az italok is nyilván, tehát a borfogyasztás például. Az, hogy farsang vasárnap a leendő vőnek, a leendő após fizeti a kocsmában az italt, tehát ő állja a cehet. Váci Márk elmondta azt is, a felsővárosiak közül sokan tartják a régi hagyományokat, egyebek mellett őrzik a farsangi fánk eredeti receptjét. Emellett pedig Mohán és Mohácson is várják a farsangolókat, hogy zajkeltéssel és ijesztő állarcokkal búcsúzzanak a téli időszaktól.